Sziasztok, sziasztok! Köszöntelek benneteket ebben az új videómban. Én Viki vagyok, ez pedig a Füge és Citrom YouTube csatorna. Fogadjátok szeretettel tőlem, a szeptemberben elfogytak videómat. Itt van egy hatalmas kosár cucc, és akkor szerintem csapjunk is bele. Nem kategorizáltam még szét, mindjárt itt széthaingálom nektek, hogy könnyebben meg tudjam mutatni. Igen, ez ide. Mert nem akarom azt, hogy tudjátok össze-vissza. Össze-vissza legyenek. Igen, igen. Ez ide. Ez ide. Igen, az oda. Ez ide. Hogy vagytok? Meséljetek, mi újság veletek. Remélem, hogy jól vagytok, minden rendben van. Én most egy kicsit el vagyok tűnve, tudom, de nagyon sok dolgom van. Ugye az Avonnal is, hogy foglalkozom, most nagyon beindult. És hát igen, ugye mellette a háztartás, egyebek, úgyhogy, de igyekszem felzárkózni, és igyekszem jönni hozzátok ismételten egyre több-több tartalommal. Akkor lássunk is bele. Először is a testápolás, ilyen alapvető higiéniai cuccokat fogok nektek mutatni. Rögtön kezdek is, 3 darab habfürdővel, mind a 3 avonos. Nyilván. Az egyik egy zöldalmás. Ez nagyon kellemes volt nyáron. A másik, ez az epres. Ez is nagyon-nagyon kellemes, és nagyon kis incsiklandó illat. És van ez a Romantic Lamour. Ez pedig egy parfümös. Itt is van rajta, hogy parfüm illata van. És ez egy ilyen nagyon kellemes, igazán tényleg parfümös illat. Hát nem mind a 3-at szeptemberben fogyasztottuk el, mert ez a 2 volt megkezdve, a 2 gyümölcsös, és vagy ennyike volt belőlük már csak az alján, de ugye ez még az előző elfogytakba így nem kerülhetett bele, viszont mostaniban már igen, és akkor ez fogyott el végül is szeptemberben. Hát Krisztián nagyon szeret habfürdőzni, bár most elég keveset habfürdőzött, de ha jön a téli időszak, akkor sokkal jobban fog ez nála működni. Következő tusfürdő, Mango Bay, igen, Mango Bay tusfürdő, hát na ebben még van, de hát tudjátok, amikor tusolok, akkor annyira kiütögetem, meg kirázom belőle, aztán úgy látszik, hogy csak marad benne még egy icipici. Ezt is tudom nektek ajánlani. Ez egy kellőképpen a mangónak ezt a kis fanyarságát viszi. Kicsit savanykás, de nagyon kellemes illat. Tehát ez megint egy ilyen kicsit olyan joghurtos vonulat, de nagyon jó illata van. Ami még tusfürdő, az Avonnak a málna és kókusztej illatú tusfürdője. Nagyon-nagyon szeretem. Isteni finom, és ilyen teljes gyümölcsös csokira emlékeztet. Mint egy joghurtos szelet. Nagyon-nagyon kellemes, és egy ilyen halvány rózsaszín, hát nem látszik már benne, halvány rózsaszín gyöngyházfényű maga a folyadék. Nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert nagyon jó illata van. Itt szólnék közben, hogyha szeretnétek az Avontól rendelni bármi avonos termék, amit én itt mutatok, megtetszik, kíváncsiak vagytok rá, akkor nyugodtan tudtok tőlem rendelni. Majd leteszem a kommentbe a linket, hogy tudtok rendelni, de akár ti is lehettek tanácsadónők, és jöhettek az én kis csapatomba. Nagyon sok szeretettel várlak, fogadlak benneteket, úgyhogy csak nyugodtan bombázzatok. Megyek tovább. Tusfürdő, még van itt 2.
Ez egy Faberlikes tusfürdő. Ugye valamikor tavasszal rendeltem a Faberlic cégtől, mert szerettem volna ablaktisztítót venni, és náluk olyan ablaktisztító van, ami így nem párásodik tőle be a fürdőszoba tükrünk például, és azt nagyon szeretem, és akkor azt szerettem volna rendelni. De hát rendeltem több mindent már, akkor ugye, és volt benne többek között ez a tusfürdő is. Ez egy parfümös tusfürdő elvileg, de nem jó illata van. Nekem nagyon-nagyon rossz illata van. Nagyon gagyi parfüm illata van, és ráadásul abszolút nem tartós, tehát letusolok vele, és olyan, még a fürdőszobában sem lehet érezni. Ez szintén Faberlikes, ez egy ilyen áfonyás muffin illatú tusfürdő, ennek nagyon kellemes illata volt. Igen, ez ehhez hasonlít nagyon. Nagyon hasonlít hozzá. Mind a kettőnek ilyen joghurtos, gyümölcsös, teljes, édes, kis fincsik landó illata van. Ezt szerettem, bár tartóságra se volt egy nagy valami, de nagyon-nagyon finom illata volt minden esetre. Akkor, ami még testápolás kategória, elfogyott egy Heavenly Hydration Planet Spa testradír. Ennek egy ilyen nagyon kellemes, és ahogy írja is, ilyen mediterrán, olivabogyós illata van. De minden Planet Spa terméknek egy annyira kis wellness, kis spa illata van, meg maga az élmény, úgyhogy nagyon finom. Úgyhogy tudom nektek ajánlani. Én nagyon szeretem a Planet Spa testradírokat, úgyhogy én rendszeresen használom hetente. 2-3 alkalommal biztos. Most a szürke van használatban, úgyhogy az majd jön a következő elfogytakban. Testápoló, ez a Tomorrow, tehát az Avonos Today Tomorrow Always termék családból a Tomorrow illat. Nagyon finom illata van, nagyon jó illata van, de én nem vagyok ez az über virágos kategória. Én nem szeretem az ennyire nagyon virágos illatokat. Tesztelni megvettem, hogy vajon milyen lesz. Kellemes annak, aki szereti ezt az illatot, mert nagyon-nagyon jó illata van, nagyon kellemes, csak én nem szeretem. Tehát valahogy nekem too much virágos, tehát túl virágos illata van, és én annyira nem szeretem, de egyébként nagyon jó. Maga az illat jó, mert ahhoz nem tudnám azt mondani, hogy nem jó illata van. Nekem nem tetszik. De egyébként tényleg nagyon kellemes az illata. Csak én nem vagyok ez a virágos vonulat. Akkor, ami még elfogyott, az egy folyékony szappan. Ezt a Lidl-ben vásároltam, még valamikor tavasszal. Ez kóla illatú, és ebből ilyen hab jön, ami nagyon gazdaságossá teszi, tehát nagyon sokáig elég volt, meg nagyon jól megmarad a kézen az illata egyébként. Úgyhogy a kisfiam mindig jött, hogy olyan vagy a kóla illatú, hát neki vettem illan. Kóla illatú a kezem, úgyhogy nagyon szuper volt, nagyon jól megmaradt. Hogyha van kedvetek, akkor vegyetek, mert a múltkor is láttam még, hogy valószínűleg ez úgy azért úgy bebeszerezhető ott a Lidl-ben, ez a Cien, vagy ki hogy mondja ezt a márkát. A következő, amit szeretnék mutatni, az a Garnier Botanic Terápia Ginger, mi ez, gyömbéres haj balzsamja. A sampomba még van, a balzsamot már elhasználtam. Az illata fenomenális. A hajon is megmarad, hát biztos megmarad egy másfél napig tutira. Ha össze van fogva a hajatok, akkor meg aztán pláne. De megmarad még érezhető másnap is az illata a hajon. Nagyon-nagyon kellemes illata van. Nagyon-nagyon tényleg egy incsiklandó, egy borzasztóan mézes kalácsos isteni finom illata. De maga a sampon is, meg maga a balzsam is számomra egy semmi. Nekem.
Nem csúszik tőle a haj, nem fényesebb tőle a hajam, nem könnyebb kifésülni, nem selymesebb, nem lágyabb, nem puhább, semmi. Tehát nem fogom újra vásárolni, a samponban még van, azt elén elősamponnak még elhasználom, mert hogy én többször mosok, már úgy mosok hajat, hogy egy hajmosáson belül kétszer-háromszor kimosom a hajam, és utána balzsamozom. Ugye ez első samponnak jó lesz, utána jön egy másik, egy harmadik. Úgy szóltam, mindig vegyesen mosom a hajamat, és általában mindig, amit tesztelek, azt hagyom utoljára, hogy ő hogy tud érvényesülni, mit tud a hajammal kezdeni, de ez semmit nem csinált szinte vele. Jó, akkor még ami ilyen kozmetikai dolog, elfogyott ez az Önnyú Ultimate arany lehúzható maszk, arcmaszk, imádtam, a mai napig imádom, nagyon szeretem, van belőle másik, ami megbontottam. Nagyon jó, és valóban érezhető a hatása egy használat után, természetesen, hogyha kellőképpen le van előtte az arc tisztítva, hámlasztva, tonizálva, akkor ez, hogyha szépen felvisszük ezt az arcmaszkot, hagyjuk megszáradni, lehúzzuk, mert ez ilyen peel-off maszk, tehát egybe le lehet húzni, rendesen lehet érezni, hogy sokkal sejmesebb a bőrünk tőle, úgyhogy ezt nagyon, nagyon-nagyon szívvel ajánlom nektek, hogyha szeretnétek kipróbálni, mert nagyon jó termék. Akkor még egy, van itt nekem egy maszk, ez, melyik ez? DM? DM, azt hiszem. Jadehaut. Mi az a Jadehaut? Nem tudom. Maszk. Ez a maszk. Ez egy ilyen dupla csomagolás, és a másik fele az még megvan. Hát ezt én nem tudtam használni normálisra, tehát ez én kasu vagyok. Ezt valahogy, tehát ez ebbe egy ilyen nagyon sűrű tejszín, vagy tejszerű valami van, ilyen fehér cucc, és akkor elvileg ez így megszáradna a bőröm valahogy, és akkor ezt így nem tudom. Én felkentem, meg utána lemostam, de valahogy ez nekem nem jött át, nem értettem, hogy hogy is van ez, vagy mint is van ez, valaki már használt ilyet, akkor homályosítson már fel, hogy ezt most akkor hogy kell is használni, nem tudom. Még a másik fele megvan, úgyhogy erről úgy különösebb véleményt nem tudok mondani. Amúgy az illata nem volt rossz, de mondom, felkentem, rengeteg volt maga ez a cucc, felkentem, akkor úgy nem tudtam, hogy most akkor ezzel mi van, és az úgy volt az arcomon, és úgy, úgyhogy fogtam, utána le is mostam. Ilyen kis hülye vagyok, na de mindegy. Következő, ami elfogyott, ez egy Planet Spa Treasure of the Desert marokkói argánolajos arctisztító, amiben, nagyon jó illetem, az argánolaj, tehát maga az olaj, az érezhető, amikor mosod level az arcod, akkor érezhető, hogy ilyen olajos lesz maga, vagy olajos maga ez a, az a formula, olyan anyag. Valamint, hát nem tudom mennyire látszik, lehet, hogy nem látszik nektek a kamerába, vannak benne apró szemcsék, amik radírozók, bőrradírozó hatással bírnak, nem nagyon fullon van tele ilyen szemcsékkel, csak úgy észrevehetően van benne egy-két szemcse, nem olyan túl sok, ami egy kicsit azért radírozza is a bőrt, de amúgy az argánolaj táplálja, tehát ez egy nagyon jó kis könnyű rutinná tud válni, mondjuk én mindig a tusolóba beszoktam tenni, és ugye én előzőleg lemosom micellás vízzel a sminkemet, és akkor utána bemegyek a zuhanyba, akkor ezzel például tökéletesen át tudom még ott mosni, tisztítani a bőrömet, és akkor ez nagyon jó. Erre a célra tökéletesen megfelel, úgyhogy tudom nektek ajánlani. Van is még belőle itthon nekem, azt hiszem, úgyhogy majd viszek is be helyette, mert most nincs bent. És ha már micellás víz, akkor mutatom is nektek az én micellás vizemet, ami itthon volt és elfogyott. Ez a Nutra FX mattító micellás vize, amiben uborka kivonat van, vagy nem is tudom már, hogy mi. Azt hiszem, hogy az. Na mindegy.
A lényeg az, hogy a nutrás termékek, tehát a nutra effektes termékek, azok superfood összetevők tartalmaznak, tehát ilyen, hogy gránátalma, meg kurkuma, meg most nem akarom felsorolni, meg nem is jut az ember, van túl sok most hirtelen, tehát, hogy így superfood összetevőket tartalmaznak, általában, sőt, mindegyik parfüm, alkohol és szulfátmentes, tehát akinek érzékeny a bőre, kipirosodásra hajlamos, mint például az enyém. Nekem olyan volt, képzeljétek el, micellás vizet, amit használtam előtte, Niveát használtam előtte, nekem csípett. De nekem minden micellás víz csípett. Tehát én fölkentem az arcomra, vagy hát törölgettem vele az arcomat, és éreztem, hogy csíp, meg ilyen égetett volna, úgyhogy mondtam, hogy akkor ezt hanyagoljuk. Aztán hát majdnem elfogyott aztán a Nivea, de utána ki is dobtam, még ennyi volt talán benne, mert hoztam ezt, rendeltem ezt az Avonból, és azt hiszem a pirosat használtam legelőször, ami a piros címkés, utána megvettem ezt, a Telken, illetve a Vikendháznál van a kék változata, és most idehaza megint a pirosat bontottam meg, megint azt kezdem el használni, mert... nagyon meg vagyok vele elégedve, mert egyáltalán nem irritálja a bőrömet, gyönyörűen lemossa a sminket, úgyhogy nagyon-nagyon szuper termék, tudom nektek ajánlani. Túllőttem a célon. Akkor következő az ez. Ez egy Planet Spa olgás fátyolmaszk. 15 perces fátyolmaszk, imádtam, nagyon, ó, gyerekek, nem tudom, hogy tudjátok-e így, van-e ilyen algás cuccotok, hogy milyen illata van az algának, az algás dolgoknak, hát ez brutálisan olyan illatú, és ez a friss, ez amikor így a természetben érzed magad, ó, nagyon kellemes, imádom a fátyolmaszkokat, nagyon-nagyon szeretem. Következő, ami elfogyott, az egy Avon True Diverse, úgy van leírva, szemhéjtús, ez az ilyen, hoppá, ez ilyen ferdevégű szemhéjtús, szivacsos a vége. Szerettem igazából, de azt jobban szeretem, amilyen ilyen egy, tehát ilyen hegyes. Tehát nem ez a lapos változat, hanem ami az a hegyes. Úgyhogy most olyat használok, a Power State. De ezzel is tökéletesen meg voltam elégedve, mert nem kenődik, nagyon szép fekete színe van, nagyon, tehát nem az, hogy csak húzogatod, és még mindig ilyen szürke, valami vizes, valamit látsz a szemhéjadon, hanem tökéletes, tökéletesen szép fekete. Akkor, amit még elhasználtam, az egy ilyen lábápoló termék, egy ilyen zokni, amiben folyadék van, különböző glikolsav és aloe verát tartalmazó szmötyi van benne. Egy óra hosszáig kell a lábunkon tartani egy ilyen kis zoknikát, és ez így az elhalt hámsejteket, meg a bőr felső rétegét felfrissíti, és pihe puhává varázsolja a lábakat. Na már most az én talpamon van bőrkeményedés, vagy volt, amikor ezt használtam. És hát nem tudtam elmenni pedikűröshöz, úgyhogy én ehhez a termékhez nyúltam. Ami meg kell, hogy mondjak, hogy nem is közvetlenül utána, hanem egy-két napon belül éreztem azt jobban, és ez mástól is hallottam, hogy rá egy pár napra érezte azt jobban, hogy ez a sav valószínűleg akkorra éri el a legjobban a hatását, vagy nem tudom, ami beszívódik, mert hogy majdnem egészen beszívja azt cuccot a lábunk, ami benne van, ez a lév, ez a folyadék, és akkor éreztem azt, hogy simább lett tőle, puhább lett tőle a lábam. Úgyhogy valóban működik, csak szerintem olyanoknak jobban működik, akinek azért nem olyan nagyon übebrutál nagy vastagi bőrkeményedés van a talpán, mondjuk jó, nekem is volt olyan nagyon vastag, de akinek tényleg egy felfrissítés, egy kis ápolásra vágyik, annak tökéletesen működik, mert valóban puhította a lábamat, meg a felső hámréteget felfrissítette. Na már most megyünk még tovább.
Signal White Now. Signal White Now. Ezt az, azt hiszem, ez kihűrült. Nem szerettem. Nem szerettem, mert nekem abszolút nem éreztem azt, egy ilyen sötétkék valami van benne. Nem éreztem azt, hogy, hogy fehéríteni, nem láttam azt, hogy fehéríteni. És maga most ez hülyén hangzik, az íze sem annyira tetszett, már jó, hát nem eszi az ember meg nyilván, de na, értitek? Úgyhogy ezt úgy annyira nem. Ezt én szerintem, ha eszembe lesz, mert egy kicsit kasú az agyam néha, akiért nem fog többet venni. Most, amit használok, az viszont most nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy az majd szerintem a következő elfogytakba benne lesz, úgyhogy az viszont jó. Azt viszont szeretem. Elfogyott egy popsi törlőkendő, én a mai napig használok ilyet Krisztiánnál, nem a popsiját törölgetem vele, hanem bármit, kezét, arcát, hogyha kajás marad, vagy minden, viszünk táskába be, hogyha elmegyünk bárhova, tényleg át kell törölni a kezét, vagy megfogdos valamit, ugye koszos tesz, akkor ezzel le tudjuk mosni, úgyhogy nagyon jó, nagyon szeretem, és ennek a kókuszosnak, hát már most annyira nem érezni, de különlegesen jó illata van. Ebből a Pure változatból van ez a kókuszolajos, meg van a fresh, vagy nem tudom, ami ilyen sima zöld, nem, ez nincs itt rajta, meg ez sincs, és annak is nagyon finom illata van, úgyhogy tudom nektek ajánlani, próbáljátok ki. Ami még elfogyott, az nedves WC-papír, meg még egy nedves WC-papír, ez, hát ez hova is való, Lidl-s, vagy Aldi-s? Sose tudom, mindig keverem, de szerintem a Lidl-be vettük, de nem tudom, gyerekek. Komolyan mondom, hogy ezt mindig keverem. Ez általában ilyen kettes csomagban szokott lenni, valami 500 forint körül, úgyhogy ezt szeretjük, ebbe is van ez a zöld, ami kamillás, meg a szenzitív, ami kék, mind a kettő nagyon jó. Szinte évek óta ezt használjuk. Aztán a múltkor vettem a DM-be, mert láttam valamelyik videóban ezt a fajtát, ez a Deluxe szenzitív nedves törlőkendő, tette a dolgát, totálisan ugyanúgy megfelel, mint a másik, nem volt rossz, tehát rosszat nem tudok rámondani, egy átlag, tehát egy teljesen normálisan működött. És akkor megyünk a vegyi részegre, ha már törlőkendőt mondtam, vagy mutattam, akkor mutatom a másik kettőt, ami szintén elfogyott, ez a denkmites dinnyés, mi ez? Nedves, univerzális törlőkendő. Ezzel mindent is le lehet törölni, tehát megyek végig, éppen ott, itt adtam ott, amit úgy kell törölgetni. Sokszor szoktam használni, szeretem, meg vagyok fel elégedve. Nagyon jó illata van. Vivi Instának láttam először a videójában, ezt már múltkor is elmondtam, és azóta vagyok ezeknek rabja, szerelmes ezeknek a törlőkendőknek, úgyhogy szeretem őket. Most sajnálom, mert most online akartam rendelni a DM-ből, és nincsen, csak a sima, ami illatmentes. Úgyhogy lehet, hogy be kéne mennem a DM-be, hiszen megvenni személyesen, mert ott szokott azért lenni. Olyan bosszantó volt. Le akartam adni a rendelést, és nem tudtam, mert nem volt ez sem. Még valamit akartam a DM-ből, és az sem volt. Hát most pont az a két dolog, amit akartam rendelni, nincs. Na mindegy, megyek tovább. Ha már DM, akkor mutatom nektek a mosogatószert, a citromos, nagyon király, nagyon meg vagyok fel elégedve, a másik videómban is volt már, tudom nektek szívből ajánlani, nagyon jó termék, hát már most ilyen higított lé van benne, hogyha valaki észrevette volna, tehát nem ilyen folyékony maga a mosogatószer, hanem tényleg jó kis sűrű, nagyon jó illata van, nem az a büdös citrom, mert tudjátok, hogy szokott, nagyon ilyen gagyi citrom illata lenni némelyik mieznek, ilyen vegyi cucnak, de ennek nagyon-nagyon jó illata van, nagyon jó igazi citromos illata, úgyhogy tudom nektek szívből ajánlani. Következő Ajax Floral Fiesta. Nem tudom, hogy mióta van ez nekem meg, de szerintem pont tegnap este gondolkoztam, hogy tegnap este használtam el az utóját, hogy szerintem 3 éve tutira megvan, mert nem mindig ezt használtam, és úgyhogy szerintem már lehet, hogy még a szavatossága is lejárt, de egyébként nagyon finom illata van, és ennél észrevettem, ennél a felmosónál, hogyha ezt teszek a vízbe, a felmosó vízbe,
akkor érezhető a lakásban az illata. Mert egyébként akármit tettem előtte bele, na mondjuk jó, mert amikor azt használtam, hogy az aleppói fekete szappant, meg a illóolajcseppeket, azt is lehetett érezni. Pláne amikor ezt a mézes kalács, meg fahéjas almát, meg vérnarancsot, meg ilyeneket tettem bele, meg citromot, eukaliptusz ilyeneket, azt is nagyon lehetett érezni egyébként, úgyhogy igen. Csak ilyen termékekből, amik vannak ilyen kőfelmosásra, azok közül nekem úgy idáig semmelyik nem adta vissza azt az illatot a padlóról, hogy érezhető a lakásba. Ez viszont igen, úgyhogy ennek szerettem az illatát, de lehet, hogy nem fogok venni, mert olyan nehezen fogyott el, de olyan nehezen fogyott el, de mindig hol ezt használtam, hol azt használtam, úgyhogy szerintem nem fogok venni, hanem majd használom ugyanúgy az illóolajokat. Ami még elfogyott, az egy Lenor öblítő. Én mosóparfümöt szoktam használni általában. Most ezt nyáron vettem, ahogy ugye nagy takarítás volt, meg minden, vettem vagy kettő, azt hiszem kettő ilyen nagyobb öblítőt. Oh, egy Kokolinót, meg egy Lenort. Nagyon jó parfümös illata van. Fú, gyerekek, eszméletlen jó. Viszont a ruhákon nekem nem olyan tartós, mint a Kokkolino. Pedig amikor kisgyerek volt, vagy kicsi volt a gyerekem, akkor én nagy lenoros voltam. Sárga lenoros, az a hagyományos alapsárga lenoros. Minden sárga lenor volt, meg a Christiane az pedig fehér lenor volt, ez a baby care, vagy mi volt ráírva, és azt nagyon éreztem a ruhákon. Én nem tudom, ezt meg annyira nem. Most már azt mondom, hogy talán a Kokkolino jobban visszaadja, jobban marad meg az illata. Úgyhogy én nagyon szeretem az ízlelő bimbóimat kényeztetni, tehát az ízeket is rettentő szeretem, meg az illatokat, imádom az illatokat. Tehát én ilyen kvartlipi vagyok, tudjátok, a volt az a kis mesébe, hogy ment a sajt illata után. Én ilyen vagyok az öblítőket, tehát én bemegyek a Volvo, és hú, én végig szagolászom néha az egész öblítősort, csak úgy hecből, mert imádom az illataikat. És most is voltunk vásárolni valamelyik nap. A Metro áruházba is le voltak árazva a Kokkolino öblítők, és vettem. Csak az volt a baj, hogy 3 darabtól volt kedvezményes. És még az volt a baj amúgy, hogy nekem 4 illat tetszett. Úgyhogy megvettem 4 illatot, úgyhogy 4 öblítőm most ott csücsül bent a szekrénybe. Annak ellenére, hogy én a mosóparfümöket szoktam használni, és most van 4 nagy kiszeresű öblítőm, ami szerintem lehet egy évre elég lesz. De most azt érzem, hogy most szükségem van arra, hogy ilyen öblítő illatot érezzek. Nyilván nem sokat használok, de azért ezt hozzáteszem. Tehát azért nem úgy csinálom, mint volt egy kolléganőm, kérdeztem tőle, mondom neki, te figyelj már, neked mindig olyan öblítő illatod van. A parfümön kívül átjön az öblítő. Kegyetlen. Öblítőt teszel abba a gépbe. Hát azt sose szoktam érni. Önti bele, zúdítja, menjen. Jaha. Hát neki volt, hogy egy flakon öblítő, ilyen 3-4 mosásra volt elég. Hát mondom, úgy elhiszem, hogy ilyen illatod van, de hogy én nagyon keveset használok, tehát ebből is most itt van ez a kupak. Ennek a kupaknak, hát körülbelül az egy negyedét, tehát körülbelül itt az alsó eddig a peremig, addig szoktam öblítőt használni, tehát nagyon-nagyon keveset, abszolút nem. Nem úgy, hogy ezt televágom, ezt a poharat, aztán bele a gépbe, mert nem. Csak egy nagyon-nagyon picikét szoktam használni, azért ne legyen olyan erős, de mégis legyen egy kis illata. Jó. Akkor már, ha itt mutogattam, közben bebekacsingatott a Herbónak a mosóparfümje. Nagyon-nagyon szeretem egyébként, mert tartós az illatuk, és megvan a ruhákon, és megmarad az illatuk. Úgyhogy ez a Princess változat, ez egy ilyen üdébb királylányos illat, amúgy, vagy hercegnős, ha már princesz, hercegnős illat, nagyon tetszik, nagyon szeretem egyébként, de most ez elfogyott, és most a másik herbósat használom, most a másikat nem tudom, hogy ez most. Várjátok, az is ez? Princess? Lehet, hogy ez. Na mindegy, most azt nem tudom, de majd jövök az elfogytakkal a következő hónapban, és akkor utána majd használok egy kis Kokkolinót is. És már csak 1 darab termékünk maradt hátra, az pedig egy Lidl-ös, ebben biztos vagyok, hogy Lidl-ös, mosógép tisztító folyadék. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon szépen kitakarítja a mosógépet. Először letekerjük a kupakot,
teszünk egy szivacsra, egy benedvesített ilyen kis szivacsra, ebből a léből, és ezzel áttörölgetjük a gumit körbe, a mosógép ajtaján lévő gumit körbe, valamint ezzel kitörölgetjük a mosószer adagoló kis fiókocskát, nekem előtöltős van, a fiókocskát, meg ott a zöblítő, meg egyebeket, ahova be kell tenni, azt szépen kitörölgetjük ezzel, egy kis folyadékkal ebből öntünk ki, a többit pedig betesszük a mosószer adagoló, tehát ahova mosószert kell tenni, oda betesszük a többit, elindítjuk egy üres programon a gépet, és ilyen gyönyörű, szép, csodálatosan csocsiragyi villogó lesz, csillogó villogó, úgyhogy én tudom ajánlani, mert nekem nagyon bejött, nagyon tetszik, és szoktam is venni már, nem tudom, már nem először veszek, vagy negyedszer biztos. Úgyhogy ennyi lett volna az elfogytak videóm, nagyon régóta beszélek, bocsássatok meg, de tudok dumálni, azt ugye tudjátok. Úgyhogy ennyi lett volna az elfogytak videóm, nagyon szépen köszönöm, hogyha itt voltatok, megnéztétek, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, aztán legközelebb találkozunk. Puszi nektek! Sziasztok!